Sziasztok srácok, ez itt a the Stories. Gondolom senkinek sem kell bemutatni a Nike féle, hát Air Jordan cipőket. Jordan the brand is as good at marketing as it is making striking shoes. And the company knows exactly how to use that to its advantage with diehards. Mostanában nagyon sokat hordják, egyre nagyobb divat, viszont hogy miről is szól ennek a története, hogyan is született meg ez a márka, erről szól az Air című film, aminek a főszereplői Matt Damon és Ben Affleck. I found Who's that? Jesus? Can't afford Film nem mai, tehát lekéstem a kritikájáról, viszont megnyit egy, egy jó témakört. 84-ben járunk, hát a Converse-hez meg az Adidashoz képes még a Nike akkoriban egy kis cég volt, viszont a Nike is be akar törni a kosárcipőknek a piacára. Nike. They're not for everyone. A filmben a Sonit alakító, mert démonnak volt ez a feladata. Keresse fel azt az embert, hát akivel el lehet adni egy kosárlabda cipőt. Viszont az akkori nagy nevek nyilvánvalóan nem jöhettek szóba egy ilyen kis cégnek, úgyhogy nehéz feladata volt, a jövőbe kellett látni. Van erre az egész projektre egy keretünk, és azt az egész keretet, azt osszuk szét különböző kosárlabdázóknak. Persze Szani úgy gondolta, hogy azért ebből sokkal többet ki lehet hozni. Szani úgy gondolta, hogy legyen meg a big deal, mint hogy ilyen biztonsági játékot játszanak. Ugyanis ez akkor még újonc Michael Jordanben a potenciált látott, hogy úgy gondolta, hogy hosszú távol lehet, hogy jól járnának vele. Look how relaxed he is. Persze a film felvázol némi szakmázást a dologgal a kapcsolatban, de azért valljuk be, ez azért hit kérdése volt elég keményen. Hitt abban, hogy annak a srácnak kurvára nem mindegy, hogy mi van a lábán. Mert ha valami, akkor az meghatározhatja a Nike-nak a gigantikus növekedését. Szani aztán személyesen meglátogatta Michael Jordanéket, és megpróbálta meggyőzni Michael Jordan anyját, hogy bár nem mi vagyunk a legnagyobb cég, hát nálunk sokkal jobb az Adidas is, meg a Converse is, meg amúgy is Michael Jordan nagyon-nagyon szereti az Adidas, viszont Hát mi nem tártként foglalkozunk Michael Jordana, -e, hanem tényleg hiszünk benne. Ahhoz képest, hogy milyen kis cég vagyunk, mégis megkockáztatunk ennyi összeget, amit belefektetnénk a fiatba, mert tényleg hiszünk benne. Ez azért meggyőző érvelés bármennyire is a küzletről van szó. Aztán a Converse és az Adidas prezentációja után meglátogatták a Nike prezentációját, aztán a Jordan családnak bemutatták az Air Jordan cipőt, ami mostanra már tömegcikké vált, Uh, tapintása egy kicsit keménynek tűnik, de hogyha benyomja az ember, akkor, akkor azért elég puha, és hogy kevésbé törik meg a Ez nekik nagyon tetszett, és hát mondták, hogy önmagában a cipő a semmit nem ér, az akkor fog érni valamit, hogyha Michael Jordan felveszi a lábára. Ebből logikusan következik, nagyon okos, tehát logikusan következik, hogy hm, csak akkor ér valamit ez a cipő, hogyha Michael Jordannak a lábán van, hát akkor kapjon részesedés minden egyes eladásból. Teljesen jogos felvetés, viszont erre még nem volt precedens. Mivel ez példátlan volt, tudták, hogy a Converse meg az Adidas sem fog ebbe belemenni. Pont ezért ment bele a Nike. Aztán a Nike szépen elkezdett szárnyalni, pontosan mert bejött nekik az. Hát amit megjósoltak, valójában tényleg Michael Jordan olyan eredményeket hozott, a sztár lett, akkora ikon, hogy konkrétan már egy ilyen, egy ilyen mitológiai lény lett belőle, egy istenség. A félvilág példaképe, egy élő legenda. NBA champion and five-time Michael Jordan! Úgyhogy azért ez kicsit több volt, mint jackpot. Aztán persze idővel a Nike már bekebelezte a Converse-t, ami most nekem az egy kedvenc cipőmárkám. Mellette persze szeretem a Nike-t is, de az adidas jobban. Egyébként az egész film történetéből az következik, hogy mi látjuk is szerepel Michael Jordan benne, legalábbis valaki eljátsza, de nem nagyon szépen operatóri munkával megoldották azt, hogy nem, ebben a sztoriban ő egy, ő egy mellék 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 szereplő. Itt a főszereplő, Michael Jordan anyja, apja, meg Sunny. Ez a brandről szól, és nem Michael Jordan személyéről. Ettől függetlenül egy nagyon-nagyon jó film volt. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a zsánert, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan nem minden egyes eleme tartalmazza, a teljes valóságot. Szóval ezt a filmet össze szeretném kötni azzal a Konszum generációval, akik most úgy hordják a Jordan, mint hogyha az egy érték lenne. Miközben az a Jordan, amit most minden harmadik ember hord, nagyon nem az a Jordan, amit akkor Michael Jordan felvett. Most a legtöbb fiatal, aki Jordanért megy be, például a Balázs be azt se tudja, hogy ki volt az a Michael Jordan. Nem tudnak azonosulni azzal az emberrel, azzal a sportemberrel, aki a nevét adja annak a cipőnek, ami éppen rajta van. Annak a cipőnek annó volt jelentése, volt tartalma az, hogyha tényleg mindent beladunk, akkor a saját képességeinket is képesek vagyunk túlszárnyalni. Az életigenlés, a család szeretete, a folyamatos céloknak a kitűzése, az, hogy legyen miért élned, ez ennek az egész, egész Michael Jordan ideológiának mind a részei voltak. -e. Ezt csomagolták bele egy cipőbe, ami már csak divat lett. Ez engem nyilván nem zavar, mindenki hordja a Jordant, hogyha neki tetszik, vagy divatból, vagy státuszszimbóluma, a jó Isten tudja. Viszont valahol a film azt is sugalja, hogy ha te önmagába felveszel egy el Jordant, akkor az még nem jelent semmit, hogyha valami kis dolgot nem integrálsz magadba Michael Jordan értékrendjéből. És hát azért Michael Jordan története, értékrendje és világnézete eléggé motiváló. Nyilvánvalóan azért ennyire nem akarok elszállni itt a konszumidiotizmusban, mert nem is akarom nagyon az ideologizálni. Azért, ha így belegondolunk, akkor lehet egy márka mögött valamiféle érték is. Viszont vannak olyanok is, mint én, hát akinek a kedvenc sportolója Michael Jordan, viszont soha nem vennék el jordan Mert a lapos talpú két forintból előállított konvercsukán még mindig sokkal kényelmesebb mindennél.